Kóca program indult Szatmár csekén. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei településen a falusi élet szépségét és rangját szeretnék visszaállítani. Állattartásra ösztönzik a lakosságot, méghozzá úgy, hogy bértartásba adják a jelentkezőknek a néhány hetes malacokat. A falu polgármestere így próbálja munkára és saját gazdálkodásra ösztönözni a lakosságot, amelyhez az Újra Tanulok program is segítséget nyújt. 200 malac ment már ki, illetve a következő 200 is készenlétben van. Olyan állományt tudunk a faluban is olyan mennyiségben kiadni, hogy előbb-utóbb a falun meg kell látszani, és majd remélhetőleg a vágóponnak fognak majd munkát adni, de legalább önmagának ad majd munkát. 30 fialó pocák van, ami folyamatosan ad malacot, és úgy ütemezzük be, hogy legyen mindig 30-40-50, akár 100 malac egyszerre kihelyezett állapotba, és folyamatosan elégítjük az igényeket ki. Így azt mondanám, hogy amennyi alapanyag kell Szatmár csekében, a 30 pocával elő tudjuk állítani. Ő egy csöndes, tényleg békés állat, úgyhogy végig itt voltunk a fialásnál, kellett neki segíteni, tehát ő ezt mind olyan türelemmel viselte, hogy ez a egyik kedvenc, mindegyik az végül is, mert mindegyik odajön, megismeri a hangunkat, megvakargatjuk, beszél, röfög, tehát ők, de ő az egyik kedvenc, és ő elég nehezen fiat, tehát őnek is segítség kellett. A faluban hogy állnak ehhez a programhoz az emberek? Faluban is ragaszkodnak hozzá, mert ugye nem kell a piacra menni, nem kell a kocsiról venni a jószágot, hanem itt tudják, hogy mit eszik, falubeli gondozza, és akkor nem utaznak, hanem megmondják, hogy mikor van ki, mikor leválasszák, mikor van kiadás, jön, ki mikor, mennyit akar venni. Nekem a legelső feladatom az, hogy takarmányt adok a jószágoknak. Ugye itt vannak gondozók, de ha nincsenek itt a gondozók, akkor én is már szoktam lépni. Ebben azt szeretem, amikor életet tud az ember adni a jószágnak. Aki szereti a jószágot, meg tanulja is. Ugye 44 évesen beültem az iskolapadba. Ugye én 14 éves koromtól állattenyésztésre dolgoztam Kőcseiben. Én gyermekkoromat ott kezdtem. Azt mondták, hogy menjek kenyvestre. Nem mentem. Otthon is volt jószágunk, én nagyon szerettem. Én annak éltem. Én azt kívánom az utókornak, hogy inkább kérni szeretném tőlük, hogy olyan lelkiismeretesen csinálják a munkájukat, mint ahogy most itt. Szeretném visszavonni a jószágtartásnak a szellemét, és ezt el kell kezdeni gyerekkorban, és engem gyerekkoromban neveltek rá arra, hogy van jószág. Én a saját gyerekemnek is, amit lehet, mindent veszek és beszokatom, hogy lehet foglalkozzanak vele. Így kompletten azt mondanám, hogy maga asszonyok, férfiak, mindenki be van a körbe, azt a régi szellemet hozzuk végül is vissza, ahol összefogva a település, az egész határt fegyütjük és felforgatjuk, és remélhetőleg, ha így lesz, akkor már lesz sikeres program végrehajtása is. Jószág megvan hozzá, élelem van, ember van, akkor ne csak sikerülni lehet a programnak.